Szevasztok, srácok, Csipi vagyok, és itt lennénk a Futmas tizedik napján. Ugye nézzük meg, megint kaptunk három ilyen játékos SBC-t a szokásos napi SBC-n kívül. Hát, betették rószt. Ugye ide Filipe Luiz volt elvileg eredetileg őt szánták rossz helyett. Ha megnézitek, akkor egyébként szerintem róznak sincs benne a koncept kártyáját, annak még nem volt benne. Igen, most sincs benne, tehát ezt is utólag változtatták meg. Ugye három Premier Liga játékos kell ide. Kettő darab, hát speciális, Food vagy Team de végül 84-es rating. Poemból így elkezdtük rakosgatni a játékosokat ide az SBC-be, de nem fogjuk megcsinálni ezt a rószt. Túl sokat kérnek érte, szerintem nem éri meg. Az alapkártyája az egyik legjobb rare aranykártya a PL-be, ugye, mint balszés, kurva OP. Valószínűleg ez a, a 84-es kártya is nagyon jó, de túl sokat kérnek érte, és most már azért elég sok más alternatíva van azon a poszton, ugye, Marco Alonso Inform, Kolásinyak Inform, aztán van Youngból második Inform, ugye, szívkártya. Szóval szerintem, hát, nem igazán éri meg. Tehát kár volt ezt a végére betenni, tehát hogy megint csak hogy legyen Premier Ligás játékos, tehát itt tolják a Premier Ligás játékosunkhoz bele a pofánkba, játszunk Premier Ligás játékosokkal, legyen Premier Ligás csapatunk, ugye ha már partner az elektronikárt a Premier Ligával. Szerintem túl sokat kérnek érte, főleg azzal a kettő darab ö, speciális játékossal, szerint, hát olyan 90 ezer körül jön ki ez az SBC, ha nektek megérenyít a 84-es rossz, csináljátok meg, nekünk már se koinunk játékosunk, úgyhogy nem csináljuk meg, de szerintem úgy csinálják, mert, nekünk hibrid csapatunk van, az a fő csapat ugye ott balra alapban van, nekünk ez nem éri meg. Ettől függetlenül, amit megcsináltatok Fandajkot, meg a többi ilyen futmaszos lófaszt, akkor mellé pont passzolni fog egyébként a Premier Ligás csapatba. A biztos jó kártya, de szerintem kár volt kicserélni, tehát megint, hogy legyen csak egy Premier Ligás játékos, például tényleg rakatok volna mondjuk egy Bundesligás, vagy akármit, de nem, spanyol ligás, ugye tényleg szerintem a madridisták ezek ezt kard, kardjába, vagy összes kardjába dől, mert hogy nem volt még Madrid, madridos játékos itt a futmas idej alatt, eleme premier ligás annyi, mint a szemét. Kaptunk egy fabinho 85-ös kártyát kapott. Talán ez az egyetlen olyan kártya el, ebből a leosztásban, amit érdemes megcsinálni. Nem hiszem, hogy lesz informja, vagy hát nem tudom, hogy lesz informja elkövetkezendő időszakban, mert azért annyira nem a célos most a Monaco. Ez egy 83-as kell csak, és ugye egy team of the week játékos, ez gyakorlatilag ilyen 45 ezerből kihozható, hogyha nincsen ki a klubodba. Ezt érdemes megcsinálni, mi nem csináljuk meg, mert ugye nem tudnánk beépíteni sehova, de egyébként ez nem egy olyan rossz kártya, ez a Fabinho, nem egy Casemiro, de érdemes megcsinálni szerintem, főleg, hogyha a Brazil vagy a Liga 1 csapatod van, abban simán bele lehet építeni, faszá. Jó kis kártya, nem is drága, ezt talán érdemes megcsinálni szerintem. És akkor, hogy ezt megjósolták már, hogy ez várható volt, ugye Buffonat az egyes számú, ugye, ugye a Futmas visszaszámlálás legutolsó játékosa, 90-es kártyát kapott, 85-ös rating, és ugye egy darab, hát ilyen futsámszes vagy TOTV játékos kell bele, olyan 150 kából jön ki, szerintem nem éri meg, ha nagy Juventus rajongó vagy, akkor talán, hogyha nagy Juventus drúg kell, akkor csináld meg. Olyan 150 ezerből jön ki, szerintem ezt kajak nem éri meg. Főleg azért, mert van a kácsóába jobb kapus. Tehát most Handanovic a nagy OP, ugye az Interből, ő most az Isten ott, meg Donnarumma. Buffon annyira nem jó most idén, bár láttam olyan videós, például Borász aki Buffonra esküdött, hogy mekkora király. Szerintem drága is, vagy ha nagy olasz válogatott drukkel, vagy akkor megcsinálod, szerintem nem ér ennyit bőven, ez is egy nagy lehúzás. Sokkal jobb lett volna akkor, ha már betesznek ide mondjuk egy 84-es Batlandet, vagy más ilyen alacsony rét, mint egy 84-es Begovic mekkora királyság lett volna itt az utolsó napon. De nem, végül buffon került be. Ez van, srácok, elég szarat ez a leosztás, mondom, csak a Fabinho téri megcsinálni. Szerintem a másik kettő az ilyen felesleges pénzkidobás. Na srácok, ennyi lett volna a Futmas 10 napja, 30 darab játékos bemutatóval. Köszönöm, hogy itt végignéztétek ezeket a videókat. Most egész a csatornához képest egész sok megtekintés volt rajta, meg like. Szerintem nem lesz már 11. nap, itt vége a futmasznak, és remélem, hogy nem találnak ki semmiféle baromságot holnaptól, vagy ma estétől, ilyen 81-84 pluszos sbc amivel megint szétbasszák a piacot esetleg megdobhatnak minket egy-két pakkal ingyen, de hát abba se bízok már igazából. Ha akartok egy ilyen összegző videót ezekről a futmasz játékosokról, hogy kit érdemes, vagy kit volt érdemes megcsinálni, és kit nem, akkor azt jelezzétek a Youtube-on kommentek formájába. Köszi ezt a tíznapos figyelmet, amivel a futmasz játékos sorozatot követtétek. Csipi voltam, szevasztok!